Gábor 1831. október 4-én született Karcagon. Alacsony sorból, egyszerű földműves családból származott. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. A tanulni vágyó ifjú 14 éves korától, 1845-től 1851-ig Hollai József gyógyszertárában volt segéd. Közben gyógyszerészi vizsgát tett, majd beiratkozott a Budapesti Egyetem gyógyszerész karára. 1856 őszén megkezdte tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán. Itt ismerkedik meg olyan világhírű hazai orvosokkal, mint Semmelweis Ignác, Arányi János, Balassa János. Az orvosi hetilap hasábjain értékes cikkei jelentek meg. Az első magyar nyelvű gyógyszerészeti tankönyv egyik szerzője. 1861. március 13-án megválasztják a nagykunság kerületi főorvosának. Ekkor teszi közzé az orvosi hetilap hasábjain kora egyik legkorszerűbb javaslatát, javaslat a közegészségügyi dolgokat illetőleg címmel. Tanulmányában javasolja, létesítsenek több és nagyobb térőhelyű kórházakat, jó ivóvízű kutakat, közfürdőket, és sürgeti a mocsarak lecsapolását. Karcagváros tanácsa Kátai Gábor kérésére 2000 aranyforintot szavaz meg támogatásul a külföldi tanulmányútjaira, ahol alkalma volt kora neves tudósaival, orvosaival találkozni, hallgatni előadásaikat. 1865-től szülőföldjén folytatott magánorvosi gyakorlatot, majd 3 év múlva elfoglalta a tiszti főorvosi állást. 1873-ban újra színre lép a század veszedelme, a kolera. Amikor a kolera járvány igen veszélyessé kezdett válni, az országot 11 körzetre osztva, mindegyik élére úgynevezett kolera biztos orvost küldtek ki. A legnagyobb ilyen körzet élére Kátai Gábort nevezték ki. 1878. február 24-én Hunszentmártonban sorozáson váratlanul agyvérzésben meghalt. 1878. március 2-án temették el Karcagon. Kátai Gábor, a nagykunság orvostudora rövid élete során nagyban hozzájárult az orvosi és gyógyszerési tudományok fejlődéséhez. Felkérem a tisztelt megjelenteket, helyezzék el az emlékezés koszorúit Kátai Gábor sírjára. Köszöntöm Önöket a Karcagi Kátai Gábor Kórház 2023 évi Semmelweis napi ünnepségén. Hazánk méltán híres orvos professzorának, Semmelweis Ignác születésének napja 1992 óta a Magyar Egészségügy napja, melyen az egészségügyi dolgozók lelkiismeretes és áldozatkész munkáját ünnepeljük. Ünnepségünkön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm a körünkben megjelent F. Kovács Sándor urat, térségünk országgyűlési képviselőjét. Kuba
Szabai Imre urat, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnökét, Szepesi Tibor urat, Karcagváros polgármesterét, dr. Suba László urat, az Országos Kórházi Főigazgatóság Észak-Alföldi Területi Koordinációs Osztályvezetőjét, dr. Fazekas Gábor Gyula urat, a Kátai Gábor Alapítvány kuratóriumának elnökét, Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszony, dr. Takács Beáta orvosigazgatóasszony, Horváthné Vas Erzsébet ápolásigazgatóasszony, Nagy Attila Csaba koordinációs vezető urat. Köszöntöm Karcagváros Önkormányzat képviselőtestületének tagjait, továbbá minden kedves vendégünket, akik elfogadták meghívásunkat, és velünk együtt ünnepelnek a mai napon. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor azokról a kollégáinkról sem, akik jelen pillanatban is a munkájukat végzik intézményünkben. Ünnepségünk elején kérem, hogy közösen énekeljük el a himnuszt. Felkérem F. Kovács Sándor urat köszöntője megtartására. Kedves egészségügyi dolgozók, főigazgató asszony azt mondta, hogy csak röviden szabad beszélni, tehát a beszéd az, hogy jó egészséget és kevés munkát kívánok mindenkinek, de ennél egy kicsivel azért többet mondanék. Minden évben ilyenkor a Kátai Gábor napon, a Semmelweis nap közelében mindig megköszönjük az egészségügyi dolgozók munkáját, és ma sincs ez másképp. Hiszen az év 365 napból áll, plusz az ügyeletekből, az éjszakákból, és aki az egészségügyben dolgozik, az tudja azt, hogy nincs vasárnap, nincs szombat, csak a naptárba vannak ezek a napok beírva, és a gyengébbek kedvéért vannak megkülönböztetve hétköznapok és hétvégék. Aki az egészségügyben dolgozik, az tudja, hogy egy hétfői nap is ugyanolyan lehet, mint egy szombat, vagy egy vasárnap. Én köszönöm minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját, hiszen vigyáznak ránk, a térségre, a városra, és ezen a napon mindig egy kicsit örömteli az találkozás, hiszen díjazottakról, azokról az emberekről, akik munkájukkal, életükkel, a városért és a térségért végzett tevékenységükkel kiemelkedőt alkottak, azokat díjazzuk és megemlékezünk. És itt van ez a csodálatos szikla, egy csodálatos emlékmű, és ezeknek a kiválóságoknak a neve rá fog kerülni, ami mindenképpen mutatja azt, hogy a megbecsülés, a kitartó, kitűnő szakmai munka
legalábbis ebbe a közösségben elismerésre kerül. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és ahogy a beszédemet kezdtem, jó egészséget, és ha egészség van, akkor kevés munka. Mindenkinek ezt kívánom. Köszönöm szépen. Rövid volt. Felkérem Hubay Imre urat, köszöntse a résztvevőket. Tisztelt főigazgató asszony, osztályvezető úr, képviselő úr, polgármester úr, orvosigazgató asszony, ápolási igazgató asszony, kedves egészségügyben dolgozók, engedjék meg, hogy Jászlajkun Szolnok vármegye lakossága nevében őszinte tisztelettel és köszönettel róljam le azt a megbecsülést, amit mi a vármegyében élők és családtagjaink köszönhetünk annak, hogy önök áldozatosan és fáradtságot nem ismerve, hivatásodattól fűtve végzik mindennapi munkájukat, és ez az áldozat ez nem csak a kórházban, nem csak a szakellátásban, hanem a házi orvosi szolgálatban is megjelenik, és nem csak az orvosokat, hanem az ápolókat, asszisztenseket is megilleti az a köszönet és tisztelet, ami nélkül az orvosok nem tudnák végezni érdemben a munkájukat, hiszen számos szakterület van ezen a területen, és azt látjuk, hogy egyre inkább nő mindenhol a megbecsülés, egyre inkább nő nem csak erkölcsi értelemben, hanem anyagi értelemben is, és igyekszünk megtenni mindent annak érdekében is, hogy ez a műszaki felszereltségnél és az ellátás átszervezésénél is az önök által kívánt és az önök által is diktált tempóban valósulhasson meg. Én nagyon köszönöm, hogy a vármegyében működő 5 kórház egy hangulag és egy öntetőleg kiváló minőségben és a szakemberektől feltöltve egy olyan minőségben tudja elvégezni a munkáját, aminek a családjaink is, ha megbetegszünk, mi magunk is, azt köszönhetjük, hogy szinte családtagként óvnak bennünket, védik az egészségünket, segítik a gyógyulásunkat, akár a munkába, a munkavilágába való visszatérésünket is, és ezért is külön tisztelet és hála, hiszen a gazdaság működése, a pandémia óta is tudjuk, hogy az egészségügyi dolgozók mi minden múlik, és mivel önök is tiszteletre méltóan és kiválóan végezték a munkájukat, így a vármegye gazdasága most olyan tempóban tud működni, amit a megnövekedett kockázati tényezők ellenére is azt mondhatjuk, hogy stabil, és bár minden működhetne jobban, de önöknek hála, bízunk abban, hogy a jövőnk is legalább ilyen stabil és kiszámítható lesz. Mindenkinek azt kívánom, hogy az egészségünk megőrzése közben a saját egészségére is figyeljen oda. Nagyon fontos, hogy önök is egészségben tudják leélni az életüket, és a feszített munkatempónak és a ügyeleti időszakban, főleg az éjszakai munkában eltöltött stressznek ne legyen visszafolytatatlan következménye. Én úgy tudom, hogy az orvosok a legrosszabb betegek, tehát azért figyeljenek oda az orvosainkra is, önök saját magukra is, hogy hosszan meg tudjanak bennünket védeni, az egészséges életmódunkat tudják garantálni, és a felnövekvő nemzedékeknek, a gyermekeinknek is tudjanak olyan jövőképet mutatni, hogy nem csak azért érdemes itt élni, mert van munkalehetőség, van lakhatás, és fejlődik a térség, hanem azért is, mert az egészségügy olyan szinten áll, amire bátran lehet akár családalapítást is, boldog gyermekkort is, és felnövekvő fiatal felnőtteket és idősödő korosztályokat is meg lehet védeni. Én ezt a munkát köszönöm önöknek, és azt kívánom képviselőhöz hasonlóan is hozzá csatlakozva, hogy legyen minél kevesebb olyan munkájuk, amire nincs, vagy csak a Jóisten segítségével van megoldás, és legyen az egészségük, az önök egészsége is legalább olyan magas szintű, és az ellátás olyan színvonalú, mint ahogyan felénk, állampolgárok felé fordulnak, és a mi egészségünket óvják, védik. Még egyszer köszönet önöknek, jó egészséget és jó munkát kívánok. A díjazottaknak pedig külön gratulálok, ez a nap ma őróluk szól. Felkérem Szepesi Tibor urat, köszöntse az ünnepségünkön megjelenteket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek, kedves ünnepeltek! Karcag városa nevében tisztelettel és szeretettel és óriási megbecsüléssel köszöntöm önöket a mai napon. Azon az ünnep napon, amikor önöket ünnepli egy egész ország, ünnepli az egész világ. Nagyon nehéz úgy, ahogy szétnézek itt, az ünnepeltek között nagyon nehéz úgy ünnepelni, hogy most is munkaruhában vannak, hiszen önöknek feladata van az év minden napján. Feladata van,
akkor is, amikor saját ünnepnapukon vesznek részt, és amikor önöket köszöntjük. Az, amit önök végeznek, az mindenki számára egy olyan feladat, amelyet nem is biztos, hogy látunk mindig. Hiszen mikor fordul egy orvoshoz, mikor fordul a kórházhoz egy átlag ember, amikor segítségre szorul. Akkor viszont nagyon kell, hogy ott álljanak önök, hogy kivizsgálják, hogy tartsák a lelket azokban, akik itt vannak, tartsák a lelket egy jó szóval, egy kacsintással, egy odafigyeléssel, hiszen a legnagyobb kincsünk, ahogy előttem is elmondták, az egészségünk. És ezt az egészséget őrzik önök az év valamennyi napján, a nap valamennyi órájában. Ezért csak köszönetünket tudjuk kifejezni azért a munkáért, amelyet önök végeznek. Úgyhogy engedjék meg, hogy csatlakozva az előttem szólókhoz kifejezzem Karcagváros lakossága nevében azt a tiszteletet és megbecsülést, amely az önök munkáját övezi. Külön gratulálok azoknak, akik Karcagváros önkormányzata, illetve a kórház vezetősége révén ma kitüntetésben részesülnek, és külön köszönöm azoknak a munkáját, akik oklevelet vehetnek majd át a mai napon is. Köszönöm szépen mindenkinek azt a munkát, amelyet végeznek. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek. Köszönöm. Köszönjük szépen, polgármester úr, szavai. Felkérem Nagyné László Erzsébet főigazgatóasszonyt, köszöntse az ünnepségünkön megjelent résztvevőket. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő úr, osztályvezető úr, polgármester úr, elnök úr, tisztelt jelenlévők, kedves vendégeink, kedves díjazottjaink. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban jelentetek meg a mai napon a Semmelweis nap rendezvényünk, hát nem is első, hanem második fordulóján, hiszen ma reggel a vezetőséggel és képviselőinkkel már koszorúztunk a Kátai Gábor sírjánál. Ahogy képviselő úr elmondta, hogy igen, rövid beszédet, nyilván sokan voltatok mostanában ballagáson, tanévzárón, úgy gondolom, tehát mindenki tudja, hogyha egy rendezvény a protokolláris része legalábbis másfél óránál tovább tart, akkor az egy kicsit húzós végigülni, és abból felállni még nehezebb. Úgy hiszem. A mai rendezvényén én ezért kértem azokat, akik köszöntöttek, és így jó magamat is, arra, hogy kicsit rövidebb beszédet tartsunk, mert hála jó égnek és nektek, díjazottjaink száma a mai napon olyan sok, hogy bele kell férjen ez is ebben a másfél órában. És mivel valóban, ahogy elmondták az előttem szólók, a mai nap a díjazottakról szól, így rájuk szánjunk több időt. Azért azt el szeretném mondani, hogy megint eltelt egy igen kihívásokkal, feladatokkal teli év, amelyet együtt, megint csak csapatban tudtunk megoldani, tudunk folyamatosan alkalmazkodni, és a lehetőségeinkhez képest, minél jobb tudásunk szerint az összes feladatot, a ránk rótt feladatot megoldani. Én köszönöm azt, hogy nyilván minden csapatban és csapaton kívül is vannak ugyan konfliktusok, de hogy ezeket is meg tudjátok oldani a nap 24 órájában, és itt nem csak a beteggel, a belátottakkal kapcsolatos konfliktusokra gondolok, hanem nyilván a ti egészségetek, lelki állapototok miatti esetleg belső, esetleg családi, esetleg munkahelyi konfliktusra is, amiről mi nem is tudunk, mert a hivatástudatotok nap mint nap ezt felülmúlja. Nap mint nap azt tapasztalom, hogy az intézménybe jövő betegek többsége az ellátással elégedetten, a színvonal, ellátási színvonallal, a munkátokkal, a hozzájuk való viszonyotokkal elégedetten távozik. Ez köszönhető annak, hogy a hivatástudat, amit vállaltatok, és nyilván végeztek folyamatosan,
az azért nap mint nap megnyilvánul. A betegágy mellett, a járóbeteg szakrendelésben, akkor, hogyha a beteget az egyik osztályról a másikra kell szállítani, és bármikor, amikor erre neki lelki szüksége van. Hiszen az egészség megóvása először is a lélekből indul. Először is tudnia kell a betegnek, amit ti nektek kell ápolni benne, biztatni őt, hogy az első dolog a gyógyuláshoz az vezet, hogyha a lelke rendben van. Ez nyilván a ti lelketeknek kell elsődlegesen rendben lenni. Ami a kihívásokkal teli időszakban igen nehéz. Nem csak nektek, higgyétek el a kórház vezetésének is. Mi próbálunk legjobb tudásunk szerint a legjobb munkakörülményeket biztosítani, és remélem, hogy mindannyiótoknak ez érezhető is a nap 24 órájában. Ezúton is nagyon köszönöm az elmúlt évben végzett munkátokat, és hát nyilván, ahogy itt elhangzott, egy 30 éve ünnepelhetjük a Semmelweis napot ilyenkor, de vannak most itt közöttünk olyan kollégák is, akik már közel 40 éve ebben az intézményben dolgoznak. Az ő ünnepük is a mai nap. Én ezúton is gratulálok minden egyes díjazottnak, és úgy gondolom, hogy ennek a kórháznak, ennek a csapatnak minden egyes dolgozója díjazott a mai napon és az év 365 napján. Legalábbis a vezetőség részéről mindenképpen. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Semmelweis Ignác 1818. július 1-én a Tabáni Mennyházban látta meg a napvilágot, tíz gyermek közül ötödik gyermekként. Középiskolai tanulmányokat a székesfehérvári Ciszterci Szent István gimnáziumban és a Budai Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte el. Egyetemi tanulmányait 1837 őszén a Bécsi Egyetem jogi fakultásán kezdte, majd még abban a tanévben átiratkozott az orvosi karra. Az első évet ott végezte el, majd a Pesti Egyetem másod-harmadéves hallgatója lett. A negyedik-ötödik évfolyamot ismét Bécsben végezte, ahol 1844. május 21-én megkapta orvosdoktori diplomáját. Még ebben az évben augusztus 4-én szülészmesteri oklevelét is átvehette, és egy évvel később, 1845. november 30-án sebészdoktorrá avatták. Ezután rögtön tanársegédi állást kapott Johann Klein professzor szülészeti klinikáján. Már Bécsben, majd 1851-től Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom nem vett róla tudomást. Jó megfigyelő képessége és tapasztalatai, valamint a statisztikai adatok helyes értelmezése alapján Semmelweis lényegében az aszepszist vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt. Megfigyelte, hogy a klórvizes kézmosás megszünteti a boncolás utáni hullaszagot, és eme tapasztalatai alapján osztályán előírta alkalmazását, jól lehet, a kórokozó baktériumokat még nem ismerte. A klóros víz a kézre tapadt baktériumokat is elölte. Azt is megfigyelte, hogy a klórmész a gyermekágyi lázat meg tudja előzni. Módszerének elterjesztése érdekében szélmalomharcot vívott az akkori orvostársadalom tekintélyes képviselőivel. Ragaszkodott a kórtermek rendszeres takarításához, szellőztetéséhez, naposztatásához és a gyakori ágyhúzat cseréhez. A takarékosságból szennyes ágynemű felhúzását elbocsátással büntette. Eljárását mások nem alkalmazták, nem látván be az ok-okozati összefüggést. Hasznossága csak a kórokozók felfedezésével nyert bizonyítást. Anélkül, hogy korábban ismeretes lett volna a fertőző betegségek kóroktana és azok emlősfajok közötti lehetséges átvitele, állatkísérleteket folytatott. 9 házinyulat korszakalkotó módon
A gyermekágyi lázban elhunytaktól vett szövet kaparékkal megfertőzött. Mind a 9 állat a betegség jellemző tüneteivel elhullott. Ezzel megcáfolta a kór okainak, ma már nevetséges, akkor tudományos magyarázatait, mint miazmák, meteorológiai, csillagászati körülmények, stb. Semmelweis így úttörője volt a kísérleti kóroktan megalapításának is. 1865. júliusa közepétől kollégái szerint magatartásában az elmezavar jelei mutatkoztak. Július 31-én Bécsbe vitték, és Balassa doktor beutalta a Döblingi Elmegyógyintézetbe. Agresszív magaviselete miatt ápolói súlyosan bántalmazták, valószínűleg ennek következtében 2 hét után meghalt. Halálának körülményei máig ismeretlenek, több különböző verziót állítottak fel az életrajzírói. Ezek között volt az, hogy szifilisz miatt utalták volna elmegyógyintézetbe, azonban Semmelweis maradványainak vizsgálata a szifiliszt kizárta. Más elképzelés szerint nem utalták elmegyógyintézetbe, hanem csellel került oda, ahol végül brutálisan agyonverték. A hivatalos verzió szerint szepszis végzett vele, de sokan úgy gondolják, hogy a Döblingi intézet megállapítása téves volt. Már korábban is a demencia aluetika jelei mutatkoztak rajta. Szifilisz fertőzésének hipotézisét azonban 1965-ben egy tudományos vizsgálat megcáfolta. 2000-ben indult egy újabb orvostörténeti vizsgálódás, mely Semmelweis betegségeinek okaként a paralízis progresszívát, vagyis a hűdéses elmezavart, amit állapított meg, amit valószínűleg még fiatal korában egy gyermekágyi lázban elhunyt vérbajos asszony boncolásakor szerzett kézsérülése révén kapott. Ennél a betegségnél az egyre súlyosabb elmezavar évtizedek alatt alakul ki. Semmelweis már halála előtt 3-4 évvel nagyon furcsán viselkedett, hozzátartozói többnyire igyekeztek távol tartani őt betegeitől. Halála idején a teljes orvostársadalom ellene volt, mivel nem ismerték el, hogy ők maguk okoznák betegeik halálát, amit Semmelweis nagy vehemenciával hirdetett. Korát megelőző tudományos szemlélete, rendíthetetlen kitartása és megalkuvást nem ismerő hite igazságában a mai napig örök emlékképül szolgál számunkra. Díjak, elismerések átadása következik. Felkérem képviselő urat, elnök urat, polgármester urat, osztályvezető urat, főigazgatóasszonyt, orvosigazgatóasszonyt, ápolási igazgatóasszonyt a díjak átadására. A Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Kátai díjat adományoz dr. Farkas Béla főorvos, a szülészet nőgyógyászati osztályvezető főorvosa részére. Dr. Farkas Béla szülésznőgyógyász szakorvosként 1984. október 15-én kezdte meg munkáját intézményünkben. Szakmai tudásának és szorgalmának köszönhetően előbb a szülészeti nőgyógyászati osztály megbízott osztályvezető főorvosa, majd 2013. április 25-e óta osztályvezető főorvosa lett. 6 éven át volt a műtétes szakmák profiljait összefogó sebészeti mátrix vezető főorvosa, melyel párhuzamosan az egynapos sebészet, majd a központi műtő irányítása is az ő feladata volt 7 éven keresztül. Folyamatosan nyitott az új szakmai protokollra, új szakmai eljárásokra, ezért ismereteit folyamatosan bővíti. 2012-ben intézményünk stratégiai igazgatója volt, 2003 és 2018 között pedig több alkalommal látott el orvosigazgatói feladatokat is. Részt vett intézményünk több pályázatának lebonyolításában, valamint a CT beindításának és működési feltételeinek megszervezésében
és a családbarát szülészet kialakításában. Folyamatosan aktívan részt vett a rezidens képzésben, leendő kollégáit magas szakmai színvonalon, nagy türelemmel oktatja a szakma fortéjaira. Főorvos úr által irányított szülészeti nőgyógyászati osztály számos közönségdíjat nyert el, többek között háromszor kapta meg az év szülészete díjat. Gratulálunk, főorvos úrnak! A Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete Kátai díjat adományoz dr. Kanász Nagy László főorvos, a kardiológiai és kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezetője részére. Dr. Kanász Nagy László főorvos úr 1983-ban kezdett dolgozni az akkori egyes belgyógyászati osztályon rezidensként. Folyamatosan képezte magát, így 1988-ban belgyógyászatból, 1994-ben kardiológiából, 1999-ben pedig üzemorvos tanból tett szakvizsgát. 1989-től a kardiológiai szakrendelés elindításában és működtetésében kiemelt szerepet vállalt. 2007-től az egyes belgyógyászati osztály profilvezető főorvosa volt. 2013-tól az újonnan nyíló kardiológia és kardiológiai rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosa lett. 2018-ban osztályvezetői munkája mellett megbízott orvosigazgatóként is segítette a kórház vezetését. Szakmai munkáját az elhivatottság, a türelem, a segítőkészség jellemzi. Naprakész elméleti tudás és több évtizedes belgyógyászati, kardiológiai gyakorlat birtokában, betegcentrikus szemléletével, szakmai elhivatottságával példát mutat a kórház valamennyi dolgozójának. Gratulálunk, főorvos úrnak! A Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete posztumusz Kátai díjat adományoz dr. Farkas Béla bőrgyógyász főorvosnak. Dr. Farkas Béla 1915. február 2-án született Szabadszentkirályon. Általános iskola elvégzése után a Pécsi Piusz, ma Nagy Lajos gimnáziumban érettségizett, majd a Pécsi Orvostudományi Egyetemen orvosi diplomát szerzett 1941-ben. A Pécsi Gyermekklinikán kezdett dolgozni, majd körzeti orvosként dolgozott Komáromban. A háború idején frontszolgálatos volt tábori kórházban, ahonnan hadifogságba került a Kaukázusba 1948-ig. Szabadulása után több kórházban dolgozott, szakorvosi vizsgáját Debrecenben 1950-ben szerezte meg. Karcagon 1955. november 1-től a bőr- és nemi beteg gondozó vezetője és a kórház bőrgyógyászati osztályának vezető főorvosa lett
nyugdíjba vonulásáig, 1980. decemberéig. A búcsúztatóján dr. Varga Gizella főorvosnő a következőket mondta. Közösségi ember volt, nem volt olyan előadás, olyan értekezlet és olyan témakör, amihez hozzá ne tudott volna szólni. Nem lehetett olyan nehéz feladat, amibe bátran bele ne vágott volna. Szerették az emberek szókimondásáért, szerették könnyed társalgásáért, humoráért. 1982. augusztus 2-án 67 éves korában hunyt el. A díjat a család részéről fia, dr. Farkas Béla veszi át. Köszönöm szépen a főigazgatóasszonynak, a kórház vezetésének, a városvezetésének. Atyám 45 éve ezelőtt a tartsa volt a ide tücske, 25 éve dolgozott itt hánynak az életében. Egy orvos, tüge emberként is, igazi ember volt. A családunk nevében még egyszer köszönöm, fogom öntőt itt lenni külföldébe. Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testületi dicséretben részesíti Alexa Anita ápolónőt, Ágostonné Doma Magdolna osztályvezető ápolót, Beleznai Tímea orvosírnokot, Bukóné Fazekas Éva röntgenasszisztenst, ott állnak a teraszon, akik dolgoznak. Dánielné Nagy Ildikó klinikai szakpszichológust. Dr. Debreceni László szakorvost, köszönöm.
Hajdú Csilla ápolónőt, Juhász Károlyné ápolónőt, Juhászné Kálai Krisztina ápolónőt, dr. Kádár Sándor osztályvezető főorvos urat, Kis Sándorné konyhai kisegítőt, Kocsisné Strigl Ildikó ápolónőt, Kovács Enikő masszört, Kónya Katalin ápolónőt, Lugosi József műtősegédet, Makainé Fehér Rita, laborasszisztenst.
Meggyesi Edit higiénés csoportvezetőt, Nagy Sándorné ápolónőt, és Sári Anita szociális munkást, Poharánszki Istvánné mosodavezetőt, Rész Gáborné asszisztenst, Sike Anikó ápolónőt, dr. Szabó Mária osztályvezető főorvos, dr. Veszelő Béla osztályvezető főorvos. A karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete dr. Gáti Sándor traumatológus szakorvos agyuntusi kinevezéséről döntött. Kérem agyuntus urat, vegye át kinevezését. Thank you.
ő saját maga? Karcagváros önkormányzata a Karcagváros egészségügyi szolgálatáért díjat 2023 évben dr. Farkas Béla, a szülészet nőgyógyászat osztályvezető főorvosa részére adományozta. A Karcagi Kátai Gábor Kórház vezetése és dolgozói nevében a díjhoz ezúton is gratulálunk. A díj átadására felkérem Szepesi Tibor polgármester urat. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Jász-Nagykun Szolnok vármegyei területi szervezete Semmelweis nap alkalmából kimagasló szakmai munkája jutalmáért elismerésben részesíti Karcagi Nagy Zoltánné oktatási referenst. A díjat Majorosné Baksa Erzsébet, a helyi szervezet elnöke adja át. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Jász-Nagykun Szolnok vármegyei területi szervezete a Magyar Ápolók Napja alkalmából a Vármegye Ápolója díjat adományozta a betegellátásban nyújtott szakmai munkájáért 2023. február 24-én Szolnokon Nagy Erika, az anesteziológiai és intenzív terápiás osztály osztályvezető ápolója részére. A Magyar Ápolási Egyesület a Magyar Ápolók Napja alkalmából kimagasló szakmai és egyesületi munkássága elismeréseként elismerő oklevelet adományozott 2023. február 24-én Szolnokon Kátainé Nyakó Edit, dévény és gyermekrehabilitációs szakgyógytornász részére. Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete oklevelet adományoz azon dolgozók részére, akik 25 éves szolgálati idő után járó jutalmukat
az elmúlt egy évben vették át. Az okleveleket az ápolási igazgatáson lehet majd átvenni, és kérem, a névsor után tapsoljunk. Farkas Imréné, Juhász Ildikó, Kálmánné Cinege Andrea, Kincel László, Lukács Csaba Zoltánné, Molnár Mónika, Olá János, Patócs Zoltán, Sike Anikó, Tótné Tálas Ilona. Karcagi Kátai Gábor Kórház igazgató testülete oklevelet adományoz azon dolgozók részére, akik a 30 éves szolgálati idő után járó jutalmukat vették át az elmúlt egy évben. Barát Ágnes Edit, Bőr Judit, Dósáné Tóth Anikó, Fórián János Bálintné, Hegedűs Sándorné, Hérmán Sándorné, Józsa Nagy Márta, Kabainé Juhász Éva Mária, Méhes Jánosné, Oroszné Sós Judit Ilona, Örlős Tiborné, Petrovics Krisztina, Rácz János Istvánné, Szabó Krisztina, Takács Angéla, Vári Zita. Szeretettel köszöntjük azon dolgozóinkat, akik 40 éves szolgálati idő után járó jutalmukat vehették át az elmúlt egy évben. Domokos Imréné, Erdei Ferencné, Halász Károlyné, Héder Zoltánné, Lesják Károlyné, Nagy Imréné, Nurijev Tiborné, Rajcsányi Sándorné, Szabó Jánosné, Szabó Lajos, Szász Lászlóné, Szatmári Gyuláné, Tüdős Zoltánné, Varga Edit, Varga Imréné, Vízi Emília. Intézményünk Semmelweis napi rendezvényének ünnepi része ezennel véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a kórház vezetése nevében szeretettel várunk mindenkit a délutáni kerti partira itt a kórház hátsó udvarán.